nehéz volt, voltak műszaki problémáink, ami helyre jött. A másikat azt most küszöböljük ki a fékkel. Bízok benne, hogy ez holnapra jó lesz. Nagyon nehéz nap volt tényleg, nagyon sok felhordás volt. A gumik valahol voltak, valahol nem. Azokat nehéz volt így eszközölni, azokat a gumis kanyarokat. Tényleg valamikor teljesen eltűnt, valamikor ki volt húzva az út szélére. Hát tényleg azt mondtam, hogy ez a harmadik helyi teljesség az első napra. Meglátjuk, hogy mi lesz holnap. Én szerintem a holnapi nap az még nehezebb lesz. Tükszent meg a Máinka, ami már mentünk ez az R5-ös Hyundai-ra, ott már valami tapasztalat van, belsőink vannak. De még akkor is szerintem nagyon nehéz mind a kettő. A Máinka nagyon defektveszélyes lesz, ott majd az lesz a kérdés, hogy ki tud azon defekt nélkül lemenni szerintem. Talán egy volt olyan nagyobb csúszás, egy ilyen felhordásos részen, de az sem mondható olyan nagyon extrának. Tehát úgy tényleg itt a felhordáson, itt a második körtől próbáltunk úgy menni, hogy azért résztel. Itt látva itt a többieket, hogy hányan kicsúsztak. Bízok benne, hogy holnap is tudjuk tartani ezt a tendenciát. Küzdelmes volt, mondhatom, hogy a eddigi versenyzésünk során a top 3 a biztos, hogy benne van nehézségben ez a verseny. Nagyon sok volt a felhordás. Ezeken nehéz volt átmenni. Az első nap után ugye a harmadik helyen voltunk, a Fritzi a sokkal volt előttünk, a Bodolai Laci egy 10-del. Próbáltuk másnap ezt az előnyt beosztani, de ezt még sikerült is növelni majdnem egy 20 másodpercet. Itt is néha egy-két helyen olyan felhordás volt, amire nem is számítottunk. Nagyon féltünk a defektől, főleg a Máinkai pályán, de szerencsére elkerült minket.